Jó napot kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Minden szentek és halottak napja két közeleső ünnep. Minden szentek a már üdvösséget nyertek ünnepe. Halottak napján az üdvösséget várókra emlékezünk. Halottak napja ünnepéhez közeledünk, ezek nagyon közel lévő ünnepek, de mégis hogyan tehetünk különbséget a két nap között? Lényeges különbség van, bár alapjaiban talán mégis találkoztatható a két ünnep. Egyházunk is a liturgikus naptárban azért helyezte egyház mellé ezt a két ünnepet. Tulajdonképpen minden szentek napján minden már a megdicsőültek közé jutott szenthez imádkozunk, hiszen az év folyamán több szentnek is van vagy a helyi egyházban, vagy a világegyházban emléknapja, ünnepnapja, viszont nem fér bele minden szent a liturgikus naptárba, éppen ezért az egyház külön rendelt egy ünnepet a minden szenteknek a megünneplésére, amely elnevezésben minden szent belefoglalható, de ne felejtsük el, hogy van a magyar szenteknek is összefoglalóan egy külön ünnepnapja, november 13, de más nemzeteknél is van hasonló külön ünnepnap, amikor csak annak a nemzetnek a szentjeire emlékeznek. A halottak napja ettől különbözik abban, hogy amikor értük imádkozunk halottak napján, azokért imádkozunk, akikről ugyan nem tudjuk, hogy kik azok, csak akik előttünk jártak, minden valószínűséggel miután emberek voltak, bűneik voltak, hogy eljussanak az üdvösségre, egy tisztuláson kell keresztül menni. A szentek életükben tettek valami olyat, amit az egyház úgy vél, hogy az elég nekik az üdvösségre. A halottak napján pedig azokért imádkozunk, akikről nem tudjuk, hogy eljutottak-e már vagy sem az üdvösségre, de halottak napján értük imádkozunk, ezért az egyház engedélyez a minden pap számára egynél több mise végzését is a halottakért. A megszentelés, a megszenteltetés történhet emberrel, történhet tárgyakkal, épületekkel. Ilyenkor valaki vagy valami kizárólag és teljesen Isten közelébe kerül. Kezdjük az épületekkel. Mi történik akkor, amikor megszentelünk egy épületet? Még itt is különbséget tennék, megáldani vagy megszentelni. Egy-egy templomot felújítás után például meg szoktunk áldani, mert az már föl van szentelve. Igazából a fölszentelés egyfajta lefoglaltságot jelent. Azt az épületet másra, az élet más jellegű eseményeire nem használjuk, csak a Isten tiszteletre. Éppen ezeket meg szoktuk szentelni, konszekrálni latin szóval. Aki már vett ilyenen részt, az nagyon jól tudja, hogy a konszekráló püspök vagy 4, vagy 6, vagy 12 helyen megjelöli krizmával a templom épület falát, és ezt meg is szokták tartósan jelölni egy-egy feszület formájában. Főként középkori templomoknál találunk ilyen helyeket a templom falán, ahol jelzik, hogy a 12 apostolra emlékezve ezt a közösségnek épített épületet, ezt a templomot az Isten tiszteletre foglaljuk le, és ezzel is kifejeződik az apostolokkal való közösségnek egy formája. Ugyanakkor személyeket is szoktunk fölszentelni, gondoljunk a diakonus vagy papszentelésre, amúgy embereket megáldunk, de vannak, akiket fölszentelünk egy-egy feladatra, az is lefoglaltságot jelent valójában, teljesen átadja magát az Isten szolgálatra, és ez egy letörölhetetlen jelet hagy rajta, és ennek a jelnek a hatása alatt végzi a szolgálatát, hiszen ez a jel, ez nem pusztán egy fizikális vagy lelki értelemben vett jel, hanem ez bizonyosság az ember számára, hogy az Istennek való önátadása e jel által, e szentség által számára isteni kegyelmeket közvetít, amellyel tudja végezni azt a szolgálatát, amivel önmagát elkötelezte. Nap mint nap imádkozzuk a mi atyánkban, hogy szenteltessék meg a te neved. Valójában mit jelent ez a mondat? Azt gondolom, hogy ha egy kicsit mindenki elmélyül ennek a kifejezésnek a
fontolgatásában rájön arra, hogy igazában önmagunkért imádkozunk, amikor azt kérjük Istentől, segítsen bennünket a megszentelődés, a szentté válás útján, hogy általunk is, cselekedeteink, személyünk által megszentelődjék Istennek a neve, dicsőítessék Istennek a neve, szenteltessék meg a te neved. Ez azt jelenti, hogy Istennek dicsőséget, Istennek tiszteletet adunk a saját életünkkel, cselekedeteinkkel, szavainkkal. Legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok, olvashatjuk a Szentírásban, a Bibliában. Mit jelent ez a felszólítás a hétköznapokban számunkra? Már az Ószövetségben, Mózes könyvében, Leviták könyvében olvashatjuk ezt a gondolatot. Az Újszövetségben Jézus megismétli, majd az apostolok is számtalan esetben használják ezt a buzdítást, hiszen arról van szó, hogy minnyájan az életszentségre kaptunk meghívást, a keresztség által minden ember Isten gyermeke lehet, és a szentségek által, amelyeket Jézus Krisztus alapított, ez az életszentség növelhető, miként az imádság ennek egy fontos része, és amikor azt a buzdítást halljuk, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok, ez abból fakad, hogy Isten, ha szent, akkor mi akkor tartozhatunk hozzá, ha mi is igyekszünk erre az életszentségre, ami az embernek valószínűleg önmaga erejéből lehetetlen, de Isten kegyelmével, Isten segítségével tudunk megszentelődni, szentté válni, márpedig ha Isten erre hív bennünket, akkor a szükséges kegyelmet is megadja hozzá, hogy szentté lehessünk, miként ő szent. Ez egy állandó buzdítás minden megkeresztelt ember felé, hiszen hát életünk folyamán bármennyire törekszünk is az életszentségre, sajnos bűnöket is követünk el. Tehát valójában ez arra való felszólítás is, hogy rendszeresen, ha szükség van rá, tartsunk bűnbánatot, engesztelődjünk ki egymással, engesztelődjünk ki Istennel, és akarjuk azt az életformát követni, amelyre Isten teremtett bennünket, és amely által az üdvösségre juthatunk, Isten ajándékaképpen, Isten segítségével.